Köszöntöm nézőinket, Önök a Bonyhádi Naplót látják, Jela Jászmin Grész vagyok. Több mint egy évtizede szervezi meg a Széchenyi iskola azt a pályaorientációs napot, melynek keretében a gyerekek tájékoztatást kaphatnak a tovább tanulás lehetőségeiről. Az idei esztendőben 10-nél több oktatási intézmény jelent meg a napon, ellátva a gyerekeket a szükséges információkkal, megkönnyítve ezzel a nehéz döntést, hogy merre tovább. A végzős általános iskolások számára az egyik legnagyobb dilema a hogyan tovább. Milyen iskolát, milyen szakmát választanak a továbblépés érdekében. Sokan nincsenek tisztában a lehetőségekkel, és ha még áll is kellő információ a rendelkezésükre, a döntés így sem egyszerű. Ebben a helyzetben nyújt segítő kezet a Bonyhádi Széchenyi Általános Iskola azzal, hogy egy helyre hívja a szakképző intézményeket és gimnáziumokat. Nagyon örülünk, hogy Tolna és Barlanja megyéből is gimnáziumok, szakgimnáziumok vállalták azt, hogy kiállítanak. Segítséget szeretnénk nyújtani mind a bonyhádi, mind a városkörnyéki továbbtanuló diákjainak, hogy életközelben megismerkedjenek az oktatási formákkal, kérdéseikre választ kapjanak. Úgyhogy nagyon örülünk, hogy már körülbelül 10-12 éve él ez a program iskolánkba, és hogy megint nagyon sok látogatója van. Én azt gondolom, hogy nagyon sokan már egy-két variációval jönnek, és a döntési helyzetüket segítik ezek az a kérdésekre kapott válaszok, kiállítások, hiszen az intézmények nem csak képeket hoznak, szórólapokat, vezetők vannak itt szinte minden intézményből, akik a szülők, gyerekek kérdéseire választ adnak. Ezzel a döntésüket segítik. Olyan gyerekkel is találkozunk, aki hetedikes, és eljön egyáltalán körülnézni, hogy milyen lehetőségei vannak. Én annak örülök személy szerint, amikor a szülő és a gyerek együtt jönnek, hiszen azt gondolom, hogy bár a szülők kevésbé szeretnék befolyásolni a gyereküket, de mégis a realitások, a lényeglátás, az iskolák közötti különbségben, a döntési helyzetekben olyan információkat tudnak adni a gyereküknek, vagy úgy tudják befolyásolni esetleg őket, hogy egy rájuk szabott, egy jó iskolaválasztás legyen a folyamat végén. Az persze kérdés, hogy egy ilyen kiállításnak a felnőttek minden jó indulatát és segítőkészségét nem megkérdőjelezve, mennyi haszna van a gyerekek szemszögéből nézve. Sokat segít, mivel még nem tudom, hogy hova menjek, és itt tudom, hogy itt el tudom dönteni, mert itt van sok iskola. Azt tapasztaltam, hogy itt mindenki nagyon segítőkész az iskolákból, és tényleg nagyon szeretnék, hogy oda menjünk, meg így jónak tűnnek az iskolák is. Itt vagyok most 5 éve Magyarországon, és az Arany Gimibe nagyon jól fognak segíteni nyelvben, és az általános iskolában is nagyon jól segítették engem magyar tanítani. És azért szeretném itt maradni, mert jó az iskola. Lehet kapni plusz információt, amit így nem tudtam általánosan. Megkerestem, hogy milyen szakom van, hogy milyenek lehetnek még az iskolák, és így kaptam így választ. A pedagógusok úgy tapasztalják, a gyerekek elsősorban a korosztályuk információit fogadják szívesen. Ezt most már nagyon sok intézmény ki is használja, hiszen hozzák a volt tanítványainkat, és a standoknál ismerős arcokkal találkoznak a gyerekek, nem csak felnőttekkel, hanem a saját korosztályukkal is. Ez szerintem nagyon-nagyon jó. A gyerek szempontjából ők hitelesebbek, tehát ő azt mondja, hogy én iskolában nagyon jól érzem magam, hogy ilyen nyelvet tanulok, és hogy milyen ott az oktatás, hogy nem csalódtam, azt kaptam, amire számítottam. A gyerek nyelven ők egymás között leboltolják ezeket a dolgokat. Az idei pályaorientációs napon 15 középiskola mutatkozott be, hozta el információit a képzési formákról, a felvételi rendszerekről vagy az esetleges nyílt napokról, ahol majd további kérdéseket lehet feltenni. Szakmai napot tartottak Bonyhádon a Széchenyi Általános Iskolában. A program során a város óvonői beülhettek az első osztályosok óráira, ahol megfigyelhették, mennyit változtak a gyerekek az elmúlt másfél hónapban. Majd egy közös konzultáción vettek részt a tanítókkal, ahol tapasztalatokat cserélhettek.
Steiner Krisztián, az intézmény igazgatója elmondta, nagyon hasznosnak tartja ezt az évtizedes hagyományt. A Bonyhádi Széchenyi iskolában évtizedes hagyománya van annak, hogy minden év októberében ellátogatnak hozzájuk azok az óvonők, akik arra kíváncsiak, hogy hogyan érzik magukat egykori nagycsoportosaik, akik annak idején az ő kezük alatt cseperedtek. Az utánkövetés célja az, hogy visszaigazolást kapjanak arról, hogy mennyire voltak sikeresek az óvodai fejlesztő foglalkozások, és hogyan állják meg a gyerekek a helyüket az iskolában. Nem csak a pedagógusok, hanem az óvónők is nagy örömmel várják ezeket az alkalmakat. Nagy örömmel tölt el minket, mert ez megerősít abban, hogy azért fel tudtuk készíteni őket, és most nagyon örülünk, hogy láthatjuk őket, és ők szerintem nekünk is tudnak bizonyítani ezzel, és ilyenkor ez nagyon nagy öröm ez a találkozás is, és nagyon nagy öröm, hogy látjuk, milyen ügyesek. Van lehetőségünk a tanítónéniket is megkérdezni, hogy hogyan haladnak, hogyan vették az akadályokat, hogyan illeszkedtek be, és utána beszélhetünk a tanítónénikkel is, illetve lesz egy megbeszélés, elemzés, gondolom arról is, hogy hogyan folyik itt a tanítás. Az a tapasztalat, hogy az elsős tanítónénik hozzáállásának köszönhetően sokkal könnyebben alkalmazkodnak a kisdiákok az iskolai rendszerhez, hiszen az óvodai játékos mindennapok után komoly váltás beülni az iskolapadba. Saubné Linde Csilla óvónő elmondta, hogy ők hogyan tudnak hozzájárulni a gyerekek érzelmi felkészítéséhez is. Az érzelmi oldalt azt meg kell támogatnia a szülőknek is. Mi azzal tudjuk felkészíteni, hogy ott az óvodai közösségben, ott egy jó közösségünk van, és ezzel próbáljuk arra motiválni, hogy majd az iskolában is megtalálja a helyét, alkalmazkodni tudjon, be tudjon illeszkedni, illetve hogy részt vegyen a közös tevékenységekbe, és ezáltal akkor erősödjön az önbizalma, hogy ő majd itt is részt tud venni, és itt is megállja a helyét. Steiner Krisztián intézményvezető is nagyon fontosnak és hasznosnak tartja ezt a napot, nem csak szakmailag, hanem érzelmileg is. Mi pedagógusaink, tanítónőink is várják ezt az alkalmat, hiszen minden ilyen találkozást követ egy szakmai megbeszélés, ahol meg tudják beszélni, hogy az óvodában hogyan viselkedett a gyermek, most hogyan teljesít, és igazából nagyon tanulságos ez mindkét fél számára. Mi pedig örülünk, hogy az óvónőket vendégül láthatjuk ezen az eseményen. Talán ők örülnek a legjobban, hiszen azért ilyen 6-7 éves gyerekekről beszélünk, akik korábban óvodába jártak, elszakadtak a megszokott környezettől, az óvónéniktől, és tényleg szinte megható látni, ahogy nyakába borulnak az óvónőknek, áttölelik őket, és tényleg egy ilyen szép találkozás. A Bonyhádi általános iskolákban összesen 6 első osztály indult, közel 150 gyerekkel. A Magyar Atlétikai Szövetség szakmai igazgatójának nevezték ki Scheidler Gézát, a Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium egykori testnevelő tanárát, atlétika edzőt. A szakember azt mondja, Bonyhád jelenleg olyan adottságokkal rendelkezik, melyek alkalmassá teszik a sportág minden korosztálya számára az edzőtáborozások lebonyolítását. Scheidler Géza már kamaszkorában összekötötte az életét az atlétikával, amikor a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium tanulója lett. Saját bevallása szerint mindez Onodi Szabolcsnak, az intézmény akkori igazgatójának köszönhető. A sport szeretete a szakmája is lett, és visszatért az alma materbe, ahol generációknak adott életre kötődést a sporthoz. Sok évtizedes szakmai munkájának köszönhetően a Magyar Atlétikai Szövetség felkérte a sportág szakmai igazgatói tisztének betöltésére. Amikor a felkérést megkaptam, akkor a kritériumrendszert is meg kellett határozni. Nekem az első mondatom az volt, hogy én Bonyhádtól nem szeretnék elszakadni. Azt gondoltam, hogy nagyon sok minden ma már úgy is elvégezhető munka, amihez nem kell feltétlenül egy iroda bármelyik városba, hiszen ráadásul az elmúlt 2 év megtanított minket otthonról is dolgozni egyrészről. Másrészről nekem a közeg, tehát egy kisváros közege, az egy nagyon fontos mentális feltöltődési hely. Tehát én úgy gondolom, hogy sokkal nyugodtabban, koncentráltabban tudja az ember bizonyos kreatív, alkotó folyamatokat végrehajtani ilyen helyen. Bonyhád életében olyan fejlesztések zajlottak az elmúlt években, elég a sportcsarnokra vagy a sporttelep átépítésére gondolni, melyek új utakat nyithatnak a sportidegen forgalomban. Ebben az atlétikának kiemelt szerep juthat. Amit én látok, és ezt mindenhol el is mondom, és mindenféle részrehajlás nélkül, hogy egyrészt ez a város egy nagyon élhető város, egy nagyon jó területe most akár a
itteni felkészülésnek, tehát a mi gyerekeink felkészülésének, de ugyanúgy segítheti mások felkészülését, leginkább edzőtáborok formájába. Tehát én nagyon alkalmasnak látom az új pálya, sportpálya átadása, az szerintem nagyon nagy előrelépés, a gimnázium infrastruktúrája egyedi, és úgy gondolom, hogy mind a vendéglátásban, mind egyéb kiszolgáló területben, akár a strandban, akár egyéb létesítményekben gondolok, Bonyhád most egy tökéletes hely az edzőtáboroknak, és ilyen szempontból megpróbálom ösztönözni azok, akik edzőtáborozni szeretnének, hogy jöjjenek ide, próbálják ki, és hogyha tetszik nekik, akkor szívesen látjuk őket vissza. A szakember véleménye szerint a magyar atlétikai utánpótlás világszínvonalú, ezt a versenyeredmények is visszaigazolják. A felnőttek azért vannak nehéz helyzetben, mert a világ atlétikája olyan szinten erősödött, amiben nagyon nehéz meghatározó szerephez jutni. A szövetség pedig a magyarországi világbajnokság megrendezésére készül. Tulajdonképpen a mi feladatunk most, és ez lesz a magyar atlétikának a nagy kihívása, hogy egy olyan programot sikerült megalkotni az elmúlt két évben, ami a 2023-as VB-re épül ugyan, de nem arról a 9-11 napról szól, az csak egy része ennek az egész programnak, hanem pont azt a küldetést szeretné betölteni, hogy hogyan tudjuk megerősíteni a magyar atlétikát olyan szinten, hogy a VB után ne csak azt mondhassuk el, hogy a világ egyik legnézettebb és legjobban megszervezett eseményének voltunk a házigazdái, hanem ebből hoztunk annyit tovább, hogy igenis a magyar atlétika tett egy nagy lépést a nemzetközi sikeresség irányába, tehát mind a kiválasztás, mind a felkészítés formába hozás területén tudtunk egy nagyot lépni. Ez a folyamat gyakorlatilag már elkezdődött, tehát ezen már dolgozunk, de igazából ennek az eredménye majd a VB után lesz érdekes, és akkor lehet megnézni, hogy meddig jutottunk el ebben. A magyar atlétika jövőbeni sikereinek záloga azok az iskolák, mint például a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium, melynek képzése példaértékű. Sejler Géza munkájának jelentősége abban is van, hogy az infrastruktúra fejlesztésével, az iskolák atlétika barát szellemiségének kialakításával kitermelje a sportág jövőbeni bajnokait. Hazám, hazám, te mindenem címmel nyílt kiállítása Marsai Ágnes képző művésznek a Vörösmarty Mihály Művelődési Központban Bonyhádon. Az alkotó sokat foglalkoztatja a néphagyomány. Ennek okán a tárlat legfőbb célja az volt, hogy a művészet eszközeivel fejezze ki gondolatait a hazaszeretetről. Ma a globalizáció világában sokan úgy gondolják, hogy a haza fogalma már idejét múlt elhanyagolható. Hiszen az emberek a világban bárhová elrepülhetnek, letelepedhetnek, és ha az adott ország nyelvét beszélik, akkor semmi akadálya annak, hogy jól érezzék ott magukat. A jobb élet elfelejtetteti velünk valamikori otthonunkat. Ezzel a gondolatsorral alkotta meg Marsai Ágnes képzőművész a Hazám, hazám, te mindenem című kiállítását. Az alkotó szerint a tárlat a képzőművészet eszközeivel szól a hazaszeretetről. Emberek keveset foglalkoznak a hagyománnyal, pedig ennek ismerete identitásuk alapja. Pár nap múlva az 1956-os forradalomra és szabadságharcra emlékezünk, háborúktól, sorstragédiákról, küzdelmekről és erőfeszítésekről szól a történelmünk. Ezeket is megidézik az itt látható alkotások. Marsai Ágnes időnként segítségül hívva egy-egy verssort erősíti azokat a gondolatokat, amelyek ma csak halkan szólalnak meg bennünk. A képek alatt versidézetek olvashatók. Ezek az alkotások azonban nem illusztrációk, az irodalmi művekben lévő gondolatokat tovább görgetve születtek meg. A
az alkotót sokat foglalkoztatja a néphagyomány. Annak azonban nem a formai vagy színbeli értékei, hanem a gondolkodásmód, ahogy a hétköznapi dolgokat tudja általános érvényűvé tenni, felemelni. Marsai Ágnes szándéka szerint emlékező, múltidéző anyag látható a falakon, abban a reményben, hogy a következő generációk is őrizni fogják azt a világot, amit őseinktől örököltünk. Hálaadás címmel láthattak az érdeklődők összeállítást a bukovinai székelyek Magyarországra érkezésének 80. évfordulója alkalmával. A vándorlás történetét Sebestyén István mesemondó népdalénekes állította színpadra. A Bukovinából Magyarországra vándorlás 80. évfordulójára állította a színpadra az esemény stációit hálaadás címmel Sebestyén István kakasdi mesemondó és énekes. Az est folyamán a szereplők megvillantották mindazokat az értékeket, melyeket a népcsoport kultúrája hordoz, és amit őriz évtizedek óta. Egy olyan műsort szerettem volna összeállítani, ami egy keresztmetszete művészeti alapon, ugye, hogy Bukovinából ide kerültek Magyarországra. Tehát egy lakodalmas jelenettel fog kezdődni, és akkor utána egyszer csak megszólal a harang, és a harang szóra ugye kimentek a temetőbe elbúcsúzni a halottaktól, mert így kezdődött ugye otthagyni a halottakat, tehát nem volt egyszerű, hogy többet nem látják, vagy nem tudnak kimenni a temetőbe. Menekülési jelenet, ugye batyukkal minden az emberek mennek a vonatra, és akkor jönnek a gyönyörű szép bukovinai keservesek, amit a Fábián Éva és a Jordáki Lászlóné fognak énekelni, és felkértem Kóka Rozáliát, hogy az Álmomban virágvasutat láttam című írását mondja el. Gyönyörű, szép lesz, én úgy gondolom, hogy mindenkinek fog tetszeni. És a történet végén megérkeznek Magyarországra, ahol folytatódik a Bukovinában megkezdett menyegző, jelezve az új élet kezdetét egy új hazában. Az est záró rendezvénye volt a Magyarországra érkezés 80. évfordulójára rendezett programsorozatnak. Sok mindent próbáltunk beleilleszteni, ugye, ami csak lehetett meg, ami elmaradt, ugye, azokat mind, de úgy gondolom, hogy olyan élményt nyújtottunk az emberek legalábbis a visszajelzések alapján, ami tényleg mindenkivel egyfajta maradandó, bízom benne, hogy maradandó élmény. Egy olyan fajta jó érzés, ugye az újra találkozás örömét, ami bízom benne, hogy erősíteni fogja azokat a picit a megzilált kapcsolatokat a csoportokon belül, ami a vírus okozott. És ez nagyon sokat jelentett mindenki számára, és én úgy gondolom, hogy ez még hozzá tudott egy olyan pluszt tenni, ami biztos, hogy egész évet, meg hosszú időkre ezt a fajta hiányt valamilyen szinten tudta pótolni és erősíteni. És hát ez a célunk, hogy azért ez ilyenfajta rendezvények mindenképpen a jövőben, amennyire lehetőség adódik, tovább folytassuk. Hiszen szükség van az emberek, főleg idős emberek, azért szükség van az elzárásság után az ilyenfajta kapcsolatokra. Bukovina, lakulj, lakulj!
Uram, ne bújj, ne bújj, mert ha bújsz, ez csak helyába, a szívemből ki vagy zárva. El es mennék, itt es ülnék, tőled rózsám meg se válnék. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!